egy olyan világszerte köztiszteletben álló embert jelentek be, akinek a neve fogalom. Én a napokban végigolvastam életrajzát, és nem feltétlenül csak azért, mert olyan világhírességek állandó divattervezője volt ő, mint Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Sophia Loren, Maria Callas, Ingrid Bergman, Liz Taylor, Jane Fonda, vagy a windsori hercegnő. Tehát nem elsősorban ezért tisztelem, hanem mert egy tényleg igazi ember. Olyan, amilyen csak a mesében létezik. Ahogy az őt közelről ismerők állítják, egy jellem az abszolút romantika korából, egy művész, akinek ötletei évtizedeken át meghatározták a világ divatját. Egy sztár, aki pontosan tudta, hogy mikor kell visszavonulni. Egy ember, aki idősebb korára, a sikerek helyett már csak a legbelső gondolataira akar figyelni. Azt hiszem, ritkán szoktam mondani, ha a következő vendégem személyiségének varázsa nem jut el önökhöz a következő 15-20 percben, az csak is az én hibám lesz. Hölgyeim és uraim, Hubert de Givenchy, vagy ahogy a parfümös üvegekről jobban ismerik, Monsieur Givenchy-t köszöntöm körünkben. Íme! Jó estét! Nagyon kedvesek, nagyon kedvesek. Nehogy azt higgye, hogy pusztán udvariaskodásból tapsolunk itt és örülünk ennyire a jelenlétének. Ha jól tudom, bár nagyon sokszor, nagyon sok alkalommal hívták Budapestre, de ez az első alkalom, hogy itt jár az országban. Nem, soha nem voltam meghívva korábban Budapestre, sajnálom is eléggé. De amikor ön meghívott, azonnal jöttem. Hogyha ön bárhová belép, az első pillanatban az emberek végignézik. Hát ebben biztos vagyok, hogy néz ki tetőtől talpig, milyen ruhát visel, milyen nyakkendőt, milyen zoknit, milyen talpú a cipője. Ez tulajdonképpen, ami most önön van, ez mind Givenchy termék? Igen. Ezek mind Givenchy termékek. Az öltönyöm is Givenchy öltöny, amely Japánban készült. Egyébként nem néznek így végig, hogyha belépek valahova. Talán azért, mert nagyon magas ember vagyok, magas termetű ember vagyok, és miután magas vagyok az emberekre, nagy benyomást kelt a termeten, főleg miután francia vagyok. Szóval leginkább mondjuk a magasságától lepődnek meg, és nem attól, hogy mindig milyen választékosan és milyen finom eleganciával öltözik. Klasszikus módon öltözködöm, nem hiszem, hogy bárkit meglepnék ezzel, talán csak a termetem teszi, meg az őszhajam. Soha nem szokta például elengedni magát, tehát fölvesz melegítőt, meg fapapucsot, szóval úgy, hát mi azt mondanánk, hogy magyar módra, szóval olyan lezseren, és abszolút úgy, hogy nem harmonizál semmi semmivel. Először is szeretek vidéken lakni, szeretem a kerteket, és kertészkedni meg nem lehet tengerész kiköltönyben. Mindenféle t-shirtet, farmert veszek, és így tovább. Az ember azt kell, hogy mondjam, nagyon zavarban van. Szóval én tulajdonképpen... Nem is tudom, hogy hogyan üljek annak érdekében, hogy mindent palástoljak, már ami a ruhámat illeti. Tudnélik, hát ugye egyrészt nem vagyok valami klasszikus. A szónak mondjuk ruházkodás értelmében aztán végképp. És igyekeztem én is ilyen visszafogottan, mert engem a nézők azzal szoktak igen gyakran bántani, hogy hogy öltözik, mint egy papagáj, és így tovább. Ehhez képest most a fekete fehér van rajtam, de azért le tudod körözni. Szóval, ha tudom, hogy ön ennyire visszafogottan öltözik, akkor azért én is visszafogottabban. Úgy gondolom, hogy ön tökéletesen jól van öltözve. Ott egy kicsit el kell rendezni a nyakat. Én hanyag vagyok? Így most jó. Talán ott is, igen, egy kicsit. Ott is. Értem. Na most például, így nagyon jó. Ahogy jöttem be a stábom egyik tagja, megmutatom már csak azért, azt mondta, hogy hol lőttem ezt a hócipőt. Ezt ön is úgy értékeli, hogy ez egy hócipő jellegű cipő? Nem, nem. Elton John cipő inkább. Hát erre nagyon nem vagyok büszke, de... Ott is az van, ott is csíkos, ott is csíkos. Tehát ez rendben van a cipő. Ha lát bárkit is, mit néz meg elsőként rajta?
Fontos a ruhája? A ruha teszi az embert? Ez egy magyar közmondás. Hadd mondjak valamit. Anyám mindig azt mondta, úgy kell megnézned valakit, ha elegáns és kifinomult, az a kezén és a lábán látszik. Úgyhogy gyakran erre nézek először, de az is nagyon fontos, hogy a tekintetem ilyen, mert a szemben látható a lélek tekintete. Úgy gondolom, hogy a szem fontos jelző a számomra, hogy milyen lehet az illető, érti, ugye? Hogyha szemébe néz valakinek, látja, hogy jó embere, nagy lelkű-e, gyengéd-e. Úgyhogy ez fontos. Tessék. Jobb így. Most jobb. Önnek könnyebb, hogyha szemüvegben dolgozik, de ön nyilván nagyon kedves ember. Ön egyébként miért lett divattervező? Elmondom, volt egy édesanyám, aki nagyon szép asszony volt. Édesanyám nagyon szeretett öltözködni. Apámat igen fiatalon elvesztettem. És úgy néztem a mamára, ahogyan elnéztem őt, amikor válogatta a ruháit, és próbáltam neki segíteni. Nem hallgatott persze rám, de szerettem elmenni kiválasztani az anyagokat vele együtt. Szerettem őt csodálni, bámulni. Úgyhogy aztán jött a háború, és a háború alatt cserkész voltam. A háború után pedig 16 éves, 17. A nagy vágyam az volt, hogy megmutathassam a rajzaimat egy híres párizsi divattervezőnek. Vidéken laktunk, egy szép nap fölkerekedtem, elmentem Párizsba, és Balenciagával akartam találkozni. Balenciaga számomra a világon a legnagyobb divattervező volt, mind a mai napig is. Ez jelenti számomra még akkor is, hogyha már nem él. Úgyhogy végül is elutaztam Párizsba, csak hogy némi benyomásom legyen, és hogy megtudjam, hogy érnek-e valamit a rajzaim. Nem fogadott a Balenciaga úr, úgyhogy nagyon csalódtam. Végezetül barátaim azt mondták, miért nem mész el Jacques Fathoz? Úgyhogy akkoriban Jacques Fath fiatal, új szellemű divattervező volt. Elmentem meglátogatni. Fát megnézte a rajzaimat, föl is vett. Így kezdtem 17 éves koromban. 17-től 24 éves koromig gyakornok voltam, és más cégeknél dolgoztam, 24 éves koromban pedig megnyitottam a saját intézetemet, a saját házamat, cégemet. Tehát két dologról is szól a története, ami innen nézve, Magyarországról nézve, meglehetősen furcsán hangzik. Az egyik az, hogy mindenféle kapcsolat nélkül egy francia fiatalember annyi bátorságot szed össze 17 éves koráig, hogy ugye végigjárja a kor legnagyobb francia divattervezőit, ami nem csekéség. Kettes pont, hogy 17-től 24 éves koráig viszont annyit gyűjt össze, hogy már megnyithatja a saját szalonját. Szóval azért ez mindenképpen jelzi azt a mérhetetlen különbséget, ami az ön országa és a mi országunk között van, mert ez nálunk még ma sem lehetne így. Igen, lehet. Nem nagyon szeretem a szerencse szót használni. A jó Isten, úgy gondolom, nagy előjogokat adott nekem életem során. Először is azt, hogy gyakorolhattam azt a szakmát, amit akartam. Aztán egy másikat, hogy olyan embereket ismerhettem meg, mint Audrey Hepburn, aki az egyik első ügyfelem volt, és aki arra kért, hogy öltöztessen föl, és ismertté tette engem az egész világon. Mit talált ki, ami kifejezetten az ön nevéhez kötődik? Tehát amit úgy jelez, vagy jegyez a világ, hogy Givenchy fantázia. Egyszerű dolgokat akartam csinálni, mert az egyszerű dolgot a legnehezebb megcsinálni. Látja, egy fekete ruhát, egy kis fekete ruhát megtervezni, a világ legnehezebb dolga. Hogyha virágokat akar rátenni, egy csomót, vagy egyebet, olyasmit csinálni, amit a divat ma jelent, az könnyű dolog. Mert becsapja az embereket, ha érti, hogy gondolom. El akarja csavarni a fejüket sok szövettel, sok firlefanccal. De én az egyszerűséget szeretem, a tisztaságot, a szabást,
Ez a legnehezebb. Azt hiszem, hogy ezt szerették az ügyfeleim, akár Audrey Hepburn, akár Grácia, monakói hercegnő, vagy a windsori hercegnő. Mennyibe kerül egy ilyen modell? Hadd mondjam el, én sose foglalkoztam az árral, de egy kis kosztüm, csak emlékszik, talán nem is rendes dolog, hogy ezt mondom, mondjuk 10 000, 15 000 frank körül lehetett az ára. Lefordítom a mi nézőinknek egy pillanat, tehát a kis kosztüm akkor olyan 300-350 000 forint, ugye? Voltak olyan estéruhák, amelyek hallatlan sokba kerültek. Volt olyan, amelyik nem került többe a kis kosztüm áránál, de volt olyan is, amelyik, hogy mondjam, dollárban tudom megmondani, 20 000, 25 000 dollárba is belekerültek. Úgy is értjük, tehát 4-4,5 millió forint, ugye? Az ember megvesz 3-3,5 millióért egy estéruhát. És akkor egyszer csak mondjuk el tudom képzelni, Liz Taylor megveszi magánál a kis estéjét, és ott látja Jane Fondát ugyanabban. Már előfordult ilyesmi. Hát, hogy örülhetnek meg? Ilyesmi előfordul. Elmondok egy anekdotát. Egyszer Párizsban volt egy nagy bál. D'Arambert hercegnő adta. Volt egy ruha a kollekciómban, amelynek hallatlan nagy sikere volt, és ugyanaznap este 18 nő találta egymást szembe ugyanazzal a ruhával. Iszonyatos dráma volt. Ez az ön ruhája volt? Igen, igen, 18-nak ugyanaz a ruhája volt. Ki volt a mondjuk úgy legideálisabb alkatú kliense? Ugyan soroltam a neveket, Jackie Kennedy, Liz Taylor, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Maria Callas, Audrey Hepburn, ezek közül. A legideálisabb, kétség kívül Audrey volt. De Marlene Dietrich-et is öltöztettem. Arányos volt a termete, nagyon sikkes volt. És valahányszor... Úgy gondolom, hogy Audrey-nek hallatlan sármja volt, vonzereje volt. Tudta, hogy mit akar. Bármikor is volt magyar ügyfele? Nem. Nem volt magyar ügyfelem. Valaki azonban gyakran hívott engem Magyarországra, egy bűbályos asszony. Rothschild Klárának hívták. Úgy gondolom, az egyik legnagyobb budapesti divattervezőnő volt. Minden évben eljött, megnézte, inspirálódott ebből, megvette a patronokat, és Budapestre hazatérve megcsinálta a ruhákat. Miért tekintette mindvégig pályafutása, divattervezői pályafutása során örök múzsájának Audrey Hepburn? Egy szép napon, nemrégiben nyitottam meg a divatházamat, és jelezték nekem, hogy jön Miss Hepburn. Akkoriban Hepburnt még nem ismerték Franciaországban, akiből aztán a világ egyik legnagyobb színésznője lett. A római vakációt akkor forgatták, és a következő filmjére, Sabrina című filmjére jött Párizsba. Eljött, és azt mondta, Givenchy úr, azt akarom, hogy ön csinálja meg a ruhámat a Sabrina forgatására. Azt mondtam, kisasszony, nem tudom önt felöltöztetni, mert nagyon kevés a munkásnőm. Az elején voltam a pályafutásomnak, 8 nő dolgozott a kezem alá, ez nem sok, és nehéz volt ezeket a ruhákat, ezeket a kosztümöket a Paramountnak elkészíteni. Audrey arra kért, hogy fölpróbálhassa azokat a ruhákat, amelyeket akkor éppen csináltam. Föl is próbálta azokat, és az összes ruha csodálatosan állt rajta. Azt hiszem, hogy ő volt csodálatos, és ő szépítette meg a ruhákat is. Azt mondta, adja ide a ruhákat. Majd én eljátszom a szerepet, majd lesz önnek ideje, hogy ezeket újra rendbe hozza. Belementem ebbe, a film ki is jött, óriási siker volt. Audrey pedig sosem feledkezett meg erről, mert olyas valaki volt, aki nagyon lojális, hűséges természetű, és minden film, minden későbbi filmjében, ahol megkérte, hogy például a Funny Face, vagy az Államluxus kivitelben, vagy az Arian, vagy a Ketten az úton című filmekben, amelyekben forgatott, arra kért, hogy én öltöztessem őt. Innen datálódik a mi barátságunk. Na most akkor megidézzük Audrey Hepburnt is, mégpedig amit említett, az Álom luxus kivételben című filmből.
Világ ezt a kalapot hívta innentől kezdve, ugye, Givenchy kalapnak is. Ez így maradt meg a köztudatban. Igen, de látja, ez a példa arra, hogy számomra Audrey nem avult el, ahogy vetítették ezeket a képeket, ezek ma is készülhettek volna. És ezért is éreztem, hogy akkor a segítséget kapok, olyan belső örömöt érzek, hogy olyas valakit öltöztethetek, mint ő, mert valamit hozzáadott a ruhához, amire többiek képtelenek voltak. Érti ugye, hogy mire gondolok. Fantasztikus volt. Hát akkor most a mi részünkről is következik valami. Meglepetés lesz az ön számára, aztán végkép. Ezt a képet jól megnézzük. Ott fölmegy a függöny. Jöjjön velem, jó? Ugye ott a fotó, és lehullik a függöny, és ott ül a magyar, Miss Givenchy. Ő valóban a magyar Miss Givenchy, Szántó Zsuzsának hívják. Jöjjön, Zsuzsa, jó? Bemutatom egymásnak a hölgyem. Ebben a kalapban nem lehet könnyedén puszit adni. De mekkora a hasonlóság, nem? Fantasztikus. És hogy te ma képzeljük, mi le lehet? Ki megvég, hogy le lehet túl? La première lett. La? La première lett. Én írtam önnek az első levelet. Ugyanis a hölgy írt egy levelet. És tulajdonképpen ez a találkozás így jött létre, hogy ő szerette volna megismerni az igazit, márhogy a Givenchy urat. Tessék, nem tér magához, most látom, ez most a zavarodottság pillanata. Tessenek ott helyet foglalni. Hihetetlen. Az a fantasztikus, levesz és úgy van, jó, akkor vegye le, segítek, bár igen. Szóval az a fantasztikus nekem, így, hogy ránézek így elsőre a Zsuzsára, hogy teljesen a fiatal Audrey Hepburn. Rendkívüli. Bocsánat. Ott is rendkívüli, és az a része is az arcának. Teljesen Audrey Hepburn nem. Ön magyar? Igen, magyar vagyok. Zsuzsa, hogy lett maga Miss Givenchy? 1994-ben volt egy Miss Universe elnevezési verseny, ami a mai napig folytatódik, ez egy versenysorozat, és ezen a szépségversenyen választott ki a Givenchy cégnek a magyarországi képviselője. De ő tudta ezt az egész történetet vélhetőleg Givenchy úr, illetve Audrey Hepburn kapcsolatáról, ugye? Tehát valószínűleg azért esett igen, őre a választás. Igen, beszéltem, mert igen. Ő azt hangsúlyozta ki legalábbis. Még a keze is. Audrey Hepburn is ennyire vékony volt? Igen, igen, nagyon. Azt hiszem, hogy a kisasszony elnézést. Ugyanaz a picike probléma van a sótartókkal. De ugyanaz a vonzerő, teljesen el vagyok képedve.
Talán az a rész egy kicsit magasabb, de az orra is, a szeme is, az álla is ugyanolyan hihetetlen. Nagyon szerettem volna már megismerkedni Monsieur Belduzsi Vansival, és sikerült. Egyébként mit csinál főállásban? Ha nem tanulok. Givenchy modell, tanul? Hol, merre? Tanulok az ELTE tanárképzőkarán, magyar-francia szakon. És közben manökenkedik is? Nem nagyon. Nem nagyon? Nem nagyon. Jó, én azért megmutatom Givenchy úrnak azt is, aki a modellt előállította. Magyarországon úgy egyeztetik, mint ön Franciaországban. Ott az első sorban. Ő az, aki tervezte. Gratulálok! Csodálatos! Jó, hát akkor én azt gondolom, hogy magukra hagyom önöket, mert itt két nagyon elérzékenyült embert látok. Ön a könnyeivel küzdködik, Zsuzsa ugyancsak. Merci beaucoup, monsieur!